A Győri Egyetemi modell nemzetközi szinten is egyre ismertebbé válik, ezért nem véletlen, hogy Elizabeth Elizon Kramer osztrák nagykövet kezdeményezte a keddi találkozót. A diplomata a Győrben zajló duális képzésről tájékozódott. Már többször jártam Győrben, de hivatalos látogatáson először voltam az egyetemen. Az itt zajló munka nagyon tetszik, különösen a duális képzés. Ráadásul az egyetem vezetése többek között azon dolgozik, hogyan lehetne az osztrák cégeket is beintegrálni ebbe a rendszerbe. Magyarország Németország után a második legnagyobb kereskedelmi partnere Ausztriának, az osztrák cég a harmadik legnagyobb befektető hazánkban, emelte ki az osztrák nagykövet. Az osztrák cégek, különösen azok, amelyek Magyarországon jelen vannak, érdekeltek abban, hogy jól képzett szakembereket tudjanak alkalmazni. Emellett az osztrák egyetemnek fontos, hogy közös kutatási projekteket alakítsanak ki. Örömmel láttam azt is, hogy az Erasmus programnak köszönhetően osztrák hallgatók is tanulhatnak Győrben. Nagyon jó lenne, ha a létszámuk tovább bővülne. Dr. Földesi Péter rektor korábban már több fórumon kifejtette, az egyetem további fejlődéséhez elengedhetetlen a nemzetközi kapcsolatok bővítése, amelynek egyik potenciális partnere Ausztria. Hajlamosak vagyunk erről időnként elfeledkezni, hiszen ott itt van a megoldás a szomszédunkban. A nagykövet asszonnyal közvetlen mostani aktualitásokról is beszélgettünk, a duális képzésről, Erasmus programról, nagyon érdeklődött a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központnak a modelljével kapcsolatban, de arról is beszélgettünk, és ebbe kértem a támogatását, hogy egy ilyen networking vagy hálózatépítésbe segítsen nekünk megtalálni azokat az osztrák partnereket, akikkel mi már 2021-22-ben a 9-es keretprogramban fogunk majd véletlenül programokat elnyerni, uniós forrásokat bevonni az egyetemfejlesztésre és az oktatásba. Az európai egyetemek közötti hálózat kialakítása azért is fontos, mert a 2020 után elnyerhető pályázatok alapfeltétele az intézmények közötti együttműködés.